Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nacsa Lőrinc, parlamenti képviselő a KDNP pacsoraiból, és a KDNP szóvivője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gyorsan felsoroltam, mi mindennel foglalkozik. Tegnap Vajdaságban volt. Hogy találta a vajdasági embereket? Választások lesznek náluk is április 3-án. Ők is aggódnak a háborútól, ami fönt van Ukrajna és Oroszország között? Egy nagyon erős közösség a vajdasági magyar közösség. Jó volt köztük lenni Szorványban lévő településekre, a bánáti településekre is ellátogattunk. Ott is az identitásukat megőrizni akaró iskoláért, közösségjáért, könyvtárért, művelődési egyesületért harcoló és azokat fenntartó közösségekkel találkoztam, sőt egy új vendégház alapkövét is letettük, ami azt jelenti, hogy van jövőbe fektetett hit, bizalom, hogy itt 5-10, meg 20 év múlva is lesznek fiatalok, lesznek táborok, lesznek vendégek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a vajdasági magyar közösség kiváló állapotban van, köszönhetően a VMS és Pásztor István politikai vezetésének. De hát ők is választásra készülnek, hiszen szerb köztársasági parlamenti választások is lesznek, a szerb elnök választás is lesz, és ugye akik kettős állampolgárok, azok pedig részt vehetnek levélszavazat útján a magyar választásokon, ami már elindult, hiszen a levélszavazatokat már le lehet adni, kézbesíti folyamatosan a posta, és le lehet adni a levélszavazatokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy hármas tétje van számukra is a választásnak, hogy lesz-e erős magyar képviselet a szerb parlamentben, hogy milyen kormány lesz Budapesten, olyan, aki nemzetben gondolkodik-e, vagy olyan, aki nem gondolkodik nemzetben, és hogy a szerb-magyar kapcsolatok azok tudnak-e tovább javulni, és olyan szinten, magas szinten maradni, ahogy eddig voltak. Hogyha egy leltát kéne csinálnunk, hogy a Fidesz, amióta kormányon van, mennyit tett a vajdaságban élő magyarokért, akár az épített örökség területén, akkor milyen eredményre jutnánk? Az a helyzet, hogy nekünk ez erkölcsi kötelességünk, ez nem valami extra, hogy mi a határon túli külhoni magyar közösségeket támogatjuk. Tudom, hogy nem mindenkinek természetes ez, tudom és látom, hogy politikai ellenfeleink legtöbbször ezért bennünket támadnak, bennünket gyaláznak, hogy maszkot vagy lélegeztetőgépet küldtünk a Beregszászi, a Csíkszeredai vagy a Szabadkai Kórházba, hogy sportberuházásokkal, egyházi beruházásokkal, oktatási közösségépítő beruházásokkal segítjük az ottani magyar közösségek fönnmaradását, de számunkra ez teljesen természetes. Tehát a diaszporában lévő magyarok ellátása ugyanúgy kutya kötelességünk, akár erkölcsileg, akár kézzel foghatóan. Mi komolyan vesszük azt a mondatot, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és hogy minden magyar számíthat az anyaországára, ezért akár a diaszporában élő közösségek is programtámogatást, különböző például olyan programokat, ahol diákok, magyar diákok, fiatalok mennek ki hozzájuk magyarságtudatot tanítani, néptáncot tanítani, magyar kultúrával foglalkozni, vagy éppen segítünk abban, hogy az egyházi közösségeknek legyenek magyar lelkészeik, papjaik. Értem, és akkor evezzünk hazai vizekre. A KDNP is úgy tűnik, hogy mind a koalíciónak a tagja, az elmúlt napokban láttuk a határon és mindenféle segélyállomásokon a képviselőiket. Ön hol volt? Én több alkalmas voltam a határ mellett, mert azt gondolom, hogy mindenkinek kötelessége segíteni ebben a helyzetben, és példátlan az az összefogás, amit lehet látni, megdobogtatja az ember szívét, és felemelő, hogy családapák, egyesületek, egyházközségek, gyülekezetek jönnek hozzák az adományaikat, hozzák a rászorulóknak a segítséget, vagy fogadnak be éppen menekülő családokat Kárpátaljáról vagy Ukrajnából. Én a legtöbbször Barabáson a ketté tört családokat, hisz férfiak 18-tól 60 évig nem tudnak jönni, főleg inkább anyákat és gyerekeiket, vagy idősebbeket látunk. Így van, azért hozzátenném, hogy a magyar állampolgárság az sok ezer honfitársunk életét vagy biztonságát mentette így meg. Ez az a magyar állampolgárság, amit rendszeresen támad a baloldal a parlamenti patkó másik oldalán. De legtöbbször Barabáson, a Katolikus Karitász segítségpontján vettem részt a munkákban, vagy éppen Tiszabecse emberek sorányban, Aranyos Apátiban, ahol mind-mind ott vannak a segélyszervezeteink. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal nem csak a egyházi segélyszervezetek előtt,
ott vannak nem csak a nagy segélyszeretek, hanem a kisebbek is, mindenki szinte teljes létszámmal is mindenki segít. De le a kalappal a rendőreink, a katonáink, az önkormányzataink, polgármestereink előtt, akik azt gondolom, hogy 0-24-ben végzik azt a szolgálatot, azt a feladatot, amit most ez a rendkívüli helyzet kínál. Úgy a Fidesz, mint a KDNP azt ígéri, hogy folytatja, és előre mennek, nem hátra. Vajon a jelenlegi gazdasági helyzetben hogy fogják tudni biztosítani a családtámogatásokat és azokat a gyermekvállalási akciókat, amik idáig teljesen természetesek voltak? Azt látjuk, hogy a magyar családtámogatási rendszer nem csak eredményes, hanem világszerte is most már híres lett. Én is több alkalommal tárgyaltam olyan külföldi partnerekkel, akik segítséget kértek abban, hogy magyarázzuk el nekik, hogy miben áll a magyar családpolitika sikere, milyen intézkedéseket, törvényeket fogadtunk el, hogyan működik például a családi adórendszer, hogyan működnek az otthonteremtési programok, és hát ennek eredményeképpen azt kell, hogy mondjam, hogy Európában a legtöbbet mi költjük családtámogatásra, GDP arányosan, ez már idén meghaladja a 6%-ot, amit GDP arányosan a családtámogatásokra költünk, és ahogy a miniszterelnök pont a Kossuth téren a március 15-i ünnepi beszédében elmondta, a családtámogatásoknak, a családpolitikánknak, a szemléletváltásnak köszönhetően 200 ezer gyermekkel több született meg az elmúlt 12 évben, mint amennyi megszületett volna, hogyha ez a szemléletváltás a családpolitikában nem történt volna meg. Azt is világosá tette a miniszterelnök, hogy nem csak, hogy meg szeretnénk tartani a választások után a mostani családtámogatási rendszereket, de tovább szeretnénk őket bővíteni. Vannak olyan elemei a családtámogatási rendszernek, amik lejárnak, mert határidővel lettek 2022. december 31-én, 2023. december 31-én. Ezeket érdemes megfontolni, mert ezek a programok sikeresek, hogy tovább folytatni, ne záruljon le például az otthonfelújítási program a céldátummal, de ezeket mind-mind a választás után tudjuk majd megtenni. Szükség van a választók bizalmára ahhoz, hogy meg tudjuk indítani, és tovább tudjuk folytatni a családtámogatási rendszerek ilyen széles körét. Az április 3-ai választásokon nem csak önök indulnak, hanem az ellenzéki összefogás is. Több képviselőjét láttuk szerte a világba az ott élő magyarok között kampányolni. Önök is eljutnak Angliáig és a különböző államokba, hogy arra buzdítsák az embereket, hogy részt vegyenek a választáson, nem csak a történelmi Magyarország területén. Az én részemre még ilyen meghívást most nem kaptam. Én sorba kapom a felkéréseket, beszélgetésekre, közösségekhez Erdélybe, Vajdaságba, vagy éppen különböző elszakított nemzetrészekbe, és sajnos most Kárpátaljára nem olyan a helyzet, hogy ott ezzel kelljen foglalkozni, mert sajnos ott nagyon súlyos lehet a helyzet. Úgyhogy, ott is megoldásokat próbálunk, mert Kárpátalján ugyan a fegyverek nem dörögnek, de a gyógyszerek ellátás és az egyéb ilyen hosszas ellátásban a hiányok megoldani. Vannak. Hiszen a humanitárius folyosóknak köszönhetően is, azért, mert a kárpátaljai kormányzóval egy kiváló kapcsolat jött létre, aki nagyon sok mindenben partner, és nagyon sok mindenben tudunk egymásnak segíteni, ezért most már a segélyszállítmányok, a kamionok oda jutnak célba, ahova kell, Kárpátaljára is, és persze beljebb a Kárpátokon túlra, a belső ukrajnai területekre is mennek magyar segélyszállítmányok, tehát nem csak a kárpátaljai magyarokon segítünk, oda vitt segélyszállítmányokkal, nem, hanem mindenki, aki rászorul is. Éveken keresztül próbálkoztak azzal, hogy a külföldre szakadt hazánk fiait, akik vagy kalandvágyból, vagy továbbképzésre, vagy Isten tudja miért elköltöztek, hogy alakul ez a hívt haza a professzorokat, vagy munkát biztosítunk, kedvezményeket az adórendszerbe. Ez a program hogy sikerült, mit tud erről beszámolni? Nekünk a célunk az volt, és továbbra is az, hogy egy olyan országot építsünk, ahonnan, hogyha valaki el is megy, megérje hazajönni, érdemes legyen hazajönnie. És ennek számtalan eleme van. Ennek a gazdasági fejlődés az egyik eleme, az, hogy folyamatosan a beruházások egyre nagyobb száma magasabb hozzáadott értékű munkát kíván, olyan cégek, olyan nemzetközi innovációs piacokról érkező cégek, vállalkozások jönnek Magyarországra, akik ezeket a munkaerőket kívánják, és akik akár esetleg külföldön dolgoznak, őket haza tudják ilyen módon hívni. Olyan gazdasági környezetet teremtünk, olyan családtámogatást, otthonteremtési programokat hoztunk létre,
ami mind-mind abban az irányban mutat, hogy Magyarországon, bár igen, munkás, küzdelmes, igen, itt nem magától a szánkba repül a sült galamb, itt mi, nekünk mindenért meg kell dolgoznunk, de megéri idejönni, lehet egyről a kettőre, aztán a háromra, és aztán a négyre is lépni. Orbán Viktor a kijevi események hallatán azt ígérte annak a közel 16 ezer Ukrajnában tanuló külföldi diáknak, hogyha az események elhúzódnak, akkor itt akár folytathatják a tanulmányokat, és mennyire vagyunk erre fölkészülve, hogyha akár ennek csak a 20%-a ide jön hozzánk? Egyrészt föl vagyunk készülve, másrészt pont az elmúlt években lezajlott egyetemi modellváltás, felsőoktatási modellváltás teszi azt lehetővé, hogy könnyebben tudjuk integrálni ezeket a diákokat is. A határon én magam is találkoztam indiai, kínai, kanadai diákokkal, akiknek félbe kellett hagyniuk a tanulmányaikat. Ők megkapták ezt a lehetőséget, beszéltünk velük erről. Nyilvánvalóan először hazautaztak egy ilyen sok után, egy menekülés után, amikor akár mondjuk 500-600-800 kilométerre a magyar határtól indultak el, és több napon keresztül jöttek, hogy végül ide jussanak Magyarországra. Ők is megköszönték az ellátást, a segítséget, hiszen abban a pillanatban, amikor beléptek Magyarországra, azonnal szendvicssel, teával, kávéval, takaróval kínálták őket, és azonnal segítettek neki. Van olyan magyar állami cég, ahol egy éjszaka egy üzemben több száz indiai diákot fogadott be. Vannak olyan kollégiumok, vannak olyan egyetemek, ahol szintén ideiglenesen állomáshozhattak ezek a diákok. Már kialakult a kapcsolat. Természetesen azt mondjuk továbbra is, amit eddig is mondtunk, hogy Magyarországra mindenkit szeretettel várunk, egyre magasabb színvonalak az egyetemeink, a főiskoláink. Örömmel látjuk, hogyha valaki itt tanulni szeretne, örömmel látjuk, hogyha valaki majd aztán a világba szeretné vinni Magyarország jó hírét. Értem. Az ellenzék vezére tegnap az esti órákban egy kereskedelmi televízióban, ha bár ön éppen útba volt hazafelé, akkor gondolom, hogy az autóból nem egy kereskedelmi televízió beszélgetését. Nincs televízió az autómban. Egy pillanatosra feltételeztem, de mondjuk azt vannak olyanok, akik a telefonjukon nézik a híradót, ezt ne tegyem, mert inkább haza kell, hogy épségbe érjen, mert gyerekei vannak, meg különben sem nézünk vezetés közben televíziót. Szóval ez az ember azt találta nyilatkozni, hogy elképzelhető, hogy a háborúra való helyzettel, tekintettel az Európai Unió folyosítja a nekünk járó pénzeket, de szerint ez volt az utolsó alkalom, mert majd csak akkor folyosítanak legközelebb pénzeket, ha ők lesznek hatalmon. Mit tud erre válaszolni? Ezt Márki-Zay Péter mondta. Én ezt a nevet nem mondom ki, három betűs ellenzék vezére. Azt mondta, hogy az ellenzék vezére, de az ellenzék vezére Gyurcsány Ferenc, és ő nem volt tegnap a kereskedelmi televíziók semmelyikében, ha jól olvastam még éjszaka a híreket. Ne felejtsük ezt el, mert nagyon fontos, hogy Gyurcsány Ferenc mozgatja a szálakat. Gyurcsány Ferenc mondja meg, hogy merre van előre számukra, hogy mit kell mondaniuk, mit kell csinálniuk, és teljesen egybehangzóan ugyanazt ismételgetik. Igen, van egy színész odatéve a miniszterelnök jelöltként, aki azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben felerősödött mindenkiben az a képzet és az a megerősödés, hogy össze-vissza beszél felelőtlenül. Háborús helyzetben nyilatkozgatni olaj a tűzre olyan felelőtlenségeket, amiket ő megtett. Katonákat küldene Ukrajnába, fegyvereket küldene Ukrajnába, orosz barátnak nevezte a kárpátaljai magyarokat, életveszély, amit Márki-Zay Péter mostanában művel, szerintem korábban is, de ez most tényleg, itt most tényleg nagy a tétje ennek. A kérdésére válaszolva pedig mi mindig is azon az álláspontunk voltunk, és ez a továbbiakban sem változik. Ez a pénz nekünk jár. Teljesen mindegy, hogy most éppen mire hivatkozik a brüsszeli bizottság, valószínűleg ők is végül rájöttek, jogilag sem tudják megtenni azt, hogy nem fizetik ki ezt Magyarországnak, közösen vettük fel ezt a hitelt, mint Európai Unió. Ön is, én is, és minden magyar állampolgár kezeskedett ezért a hitelért. Ez nekünk jár, ezt ki is fogják fizetni, ezt korábban is elmondtuk. A gyermekvédelmi törvény miatt támadtak bennünket, a gyermekvédelmi törvény miatt megpróbálták visszatartani ezeket a pénzeket. Ők is látják, hogy amiben én nagyon reménykedem, hogy az április 3-ai gyermekvédelmi népszavazás érvényes lesz, és eredményes lesz. Ők is látják azt, hogy Magyarország, mint ahogy egyébként Angela Merkel korábban elmondta, Magyarország kiválóan használja fel az uniós forrásokat, és nagyon hasznosan fekteti be az európai forrásokat a gazdaságába.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen tiszta a képlet. Mi elmondtuk, a bizottság pedig megcsinálja azt, amit mondtuk, kifizeti azt a pénzt, ami nekünk jár. Ön most akaratlanul megsértett egy egész nemzeti színész társadalmat, mert színészekhez hasonlította. Ki kell, hogy egészítsem, én nagyon jó színkritikákat írok, és a színészek nem szokták a szerepüket elfelejteni, és amit ma a szerepben mondanak, ugyanazt mondják holnap, és nem kell helyrehozni, igazítani, úgyhogy színésznek is rossz, elnézést. Köszönöm, hogy megértette a korrekciót. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Nacsar Örinc, a KDNP szóvivője, a Magyar Parlament tagja, és várhatóan a következő parlamentnek is a tagja lesz, volt vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, és visszavárjuk. Előzetesek, és már is jövünk. Visszatartsanak velünk.